Ragyogó napsütés, ezer színben pompázó falevelek, friss levegő. Van, akinek ez jut eszébe az őszről, és nem az esős, ködös, sötét, zord környezet. Egy péti kirándulás alkalmával az említett kellemes életérzést próbáltuk megörökíteni a nézők számára. Tartsanak velünk egy nyugodt, idilli péti sétára. Utunk első állomása az Albert pihenőpark volt. A híres pétfürdői tányérfenyő nevét viseli a környék egyik tanösvénye, amely innen indul. Az erdőt körülölelő dolomit sziklákon számos védett és szigorúan védett növényritkaság található, emellett pedig csodás panoráma tárul a látogató elé. A doktor sziklát a sárga jelzés követve értük el. A nevét onnan kapta, hogy állítólag a világháború ideje alatt egy orvos a mélybe vetette magát a szikláról. A szikla tetejéről szinte az egész környék belátható. A pétfürdői családi házak és a természet adta dombvidék látványát még a távolban füstölgő gyár sem csúfította el. Ezután a Szent László római katolikus templom környékén sétáltunk.
az 1941-ben épült templom neogót stílusú. Környezetében kert, játszótér található. A robosztus épületet csodálva, mintha az aranylófa levelek tengerén sétáltunk volna végig. Bétfürdő egyik legismertebb látványossága az ifjúsági tó. A kedvelt fotós helyszínen szinte minden hétvégén láthatunk egy-egy frissen esküdt szerelmes párt, akik a nagy napot örökítetik meg a tó szívében. Ezen a napon szerencsénkre pont egy ilyen párral futottunk össze mi is. Hatjuk is állandó látogatói tavacskánknak. Gyakran találkozhatunk velük a fűzfák árnyékában meghúzódva, vagy a napsütést élvezve úszkálva. Sokan példát véve róluk, csak leülnek a parton és élvezik az aranylóan csillogó vizet.
a tó parkolójától a Péti patakon átívelő hídon keresztül Bejtú mezejére jutottunk. Talán ez volt az a helyszín, ahol a pompázatos őszi falevelek színkavalkádját a legjobban tudtuk élvezni. De nem csak mi. Sokan tesznek erre rendszeresen kellemes sétát, esetleg a kutyusokat itt mozgatják meg. A ligetet körbejárva jogosan kívánhatja azt az ember, hogy bárcsak abban a pompázatos természeti csodában tündököljön minden fa, amit akkor tapasztalhattunk. Utunk itt véget ért. Meleg szívvel ajánljuk mindenki számára ezt az útvonalat, aki családjával, barátaival egy kis őszi lelki felfrissülésre vágyik.